A grafikonon is látható, Magyarországon átlagosan 55 ezer forint körüli áfai szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési búza tonnájával november első hetében az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint. Ez az árszint az egy évvel korábbi 20%-kal múlta felül. Az árak annak ellenére sem csökkentek, hogy a Duna alacsony vízállása miatt gyakorlatilag leállt a folyami szállítmányozás. Nagyon örülünk annak, hogy, a, hogy az árak ezeknek a negatív híreknek nem engedelmeskedtek és nem mentek lentebb, ugyanis elég sok halljuk, hogy a Duna hajózhatatlan, így a kiszállítás akadozik, vagy szinte nem is, hogy ez az árakban jelenleg eddig még nem jelenkezett, így egy kicsit bizakodók is a gazdák, hogy ha most ebben a problémák, értékesítés problémák időszakában nem ment lentebb, lent, akkor talán még emelkedett is valamelyest, ha az időjárás utána pótolja ezt a csapadékiányt. A kereslet ugyanakkor még így is élénk a magyar búza iránt külföldön. Ezt azt sem befolyásolja, hogy nagy mennyiségű ukrajnai gabona jelent meg a piacon. Én is olvastam ezeket az információkat, nagy mennyiségű búza, illetve kukorica, van Ukrajnában is, amit piacra szeretnének, de nagyobb igény jelenkezik Németország és Franciaország részéről is, úgyhogy én is összehasonlítottam, és abba bőven beleférne a Magyarországon felkínált mennyiség ezekbe a piacok elhelyezésébe. A gabona szállítmányokat 15-20 kal drágább lenne a közúti fuvarozókkal elszállítatni, így a kereskedők kénytelenek kivárni, amíg a Duna vízállásában érdemi, pozitív változás történik. Ahhoz, hogy a folyó újra hajózható legyen, több hónapnak kell eltelnie, a gabona kereskedelemben és a készletekben pedig legkorábban a jövő év tavaszán állhat vissza az egyensúly.